Szeretetek, köszöntöm az m 5 csatorna nézőit. A Püspök kenyér című sorozat 149. adását láthatják. Beszélgető társaim Kosi Sülöp Érsek Metropolita, a katolikus egyház képviseletében Isten Köszönöm. hozott, és a József református püspök, maga pedig Fabinyi Tamás Evangélikus püspök vagyok. Két témáról szeretnénk beszélgetni. Advent első vasárnapján egy igazi adventi személyiségről, keresztelő Jánosról először is. Utána pedig egy kicsit az ő sorsára, mártériumára is utalva, valamint a közelmúltban lezajlott úgynevezett Vörös Szerbára is tekintettel a keresztény üldözésről fogunk szólni. Advent ugye azt jelenti, ma már talán minden művelt ember tudja, hogy eljövetel, Jézus Krisztus eljövetelére emlékezünk, illetve várjuk az ő második eljövetelét, és azért gondoltam, hogy most egy igazi adventi személyiségről, keresztelő Jánosról beszéljünk, hiszen a Bibliában ő az, aki elkészíti Jézusnak az útját, hogy megérkezzen hozzánk, ő az út egyengető. Készítsétek az Úrnak útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, hangzik Izsaiás proféta a nyomán az evangéliumban keresztelő János ajkán. Hogyan gondoltok ti keresztelő Jánosra? Hogy fölvetette ezt a témát, Tamás, megmondom őszintén meglepődtem, hiszen a keleti egyházban előbb arra gondoltam, hogy keresztelő Szent Jánosnak nincs kiemelt szerepe az adventi várakozásban, hanem majd a január 6-i vízkereszben. De aztán végig gondoltam, hogy a bizánci egyházban a karácsony megelőző két vasárnap megemlékezünk az ószövetségi alakokról. Egyrészt az ószövetségi igazakról, másrészt pedig Jézus rokonairól, őseiről. És mind a két csoportban szerepel keresztelő Szent János is, aki egyrészt hát az ószövetségi alakok közül a legnagyobb, ugye Jézus így mondja, hogy nem született nagyobb keresztelő Jánosnál. És Már az részt, ószövetségi személyek közül illésre emlékeztet, emlékeztet egyfajta igen, illés, megéledő illés. Így van, így van, illés kapcsán erősödött meg az a, az a zsidó hagyomány, amelyre utal is az újszövetségi szövegek, maga Jézus is, hogy ha tudni akarjátok, eljött Illés, ekkor Keresztel Jánosra utalt, de rokona is Jézusnak, hiszen Mária, amikor az örömhír vétel után elment Erzsébetet, rokonát Erzsébetet meglátogatni, akkor Erzsébet már áldott állapotban volt a kisgyermek, kis magzat Keresztel Jánossal. És milyen Én... szép, hogy egyik magzat köszönti a másikat, ugye? Szinte Én... integet neki az anyja nagyon szép, megint, ha az még az ószövetséget ide idézhetjük, hogy az atyák összehozzák, párhuzamba állítják, Dávid táncával. Tehát Dávid, amikor a friceként viszik be Jeruzsálembe, akkor táncol örömében, és ezt idézik föl, hogy kereszelő János, mint az ószvetség alakja Dávid, újjong táncol, mert jön Mária, aki a friss szekrény, aki hordozza az Isten. És megmozdul az anyamékben, olyan, mintha táncolná. Igen, Köszönöm, tanultam valahogy újat, ezt nem ismertem. Mennyiben érzed, Püspök úr, igazi adventi személyiségnek? Talán a mi protestáns hagyományunkban, liturgiákban ez nem jobban szokatlan, megjelenik. és érkezik a kapcsolatot. De olyan. köszönjük, ezt a kiegészítést nagyon hasznos igen. volt, Hát, mindenképpen központi személyiség az Ige hirdetéseinkben is, de hát a Biblia öngyönyörű igékben nyilatkozik az ő szolgálatáról, hogy valóban a világ megváltójának az útkészítője, hogy készítsétek az úr útját, egyengessétek az ősvényeit. Ő tulajdonképpen kiáltó hangja pusztában, és gyönyörű képekkel szemlélteti ezt az útkészítést, hogy minden völgyre és szakadékra épüljön híd, minden halmot, akadályt hordjatok el, ami a készülő eljövetelt esetleg akadályozhatná, És hát nagyon határozottan ugye Jézus Krisztusra mutat végig keresztelő János, hogy az ő személye az háttérben marad, ami szerintem a, az egyház szolgálatának a lényege, hogy annak növekedni kell Krisztusnak, nekem pedig egyre inkább alápszállanom, és én valójában méltatlan vagyok alkalmatlan vagyok arra a szolgálatra, még arra sem vagyok méltó, mondja, hogy a sarúja szíját megoldja, én vízzel keresztelek, ő pedig szentlélekkel keresztel, és nagyon sok párhuzamot látok abban, hogy ez a várakozás, ez az útkészítés, hát a mi feladatunk is tulajdonképpen, hogy az élet pusztaságában az örömhír kiáltói legyünk. Érdekes a magyar nyelv, mert mi azt tudtuk mondani, hogy pusztába kiáltott szó, és az, azt úgy használjuk, hogy egyfajta farhány borsó, Igen, pedig keresztelő járásnál ez abszolút pozitív tartalommal van, hogy ő a kiáltó hangja a pusztában, és nem hiába kiált, hanem azért, hogy meghallják, és Jézus Krisztus eljövetele minél hamarabb megtörténjék, és őt méltó felkészültséggel tudják majd fogadni. Említetted ezt a hegyek süllyedjenek, völgyek emelkedjenek metaforát, a mai divatos szóval ez egyfajta akadálymentesítés, uh -huh. hogy, hogy mindenki számára elérhető és megközelíthető és befogadható legyen Jézus. És amit mondtál, hogy neki kisebbé kell lennie, keresztelő Jánosnak nagyobbnak, mint egyfajta ilyen libikók a gyerekeknél, egyik lemegy, a másik fölmegy. Ez egyébként nekem a, a, püspöki jelmondatom, hogy neki Jézusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És ez azt hiszem mindannyiunk feladata, hogy, hogy ne önmagunkra mutassunk, ne magunkat túljuk előtérbe, hanem szolgál szolgálatunkkal, akár püspöki, vagy bármilyen emberi szolgálatunkkal Jézus Krisztusról tanúskodjunk. Ugyanakkor Keresztelő Jánosról azért a szociális összefüggésekben is érdemes beszélni, hiszen ő volt az, aki azt mondja, hogy, hogy ne zsaroljátok az embereket, ne zaklassátok, ti katonák, legyetek béketűrők, elégedjetek meg a zsoldotokkal, ti vámszedők, ne sedjetek be többet, mint ami méltó volna. A, akinek, két van, a gyódan, akinek két ruhája van, adja oda. Akinek két ruhája van, oda, annak, akinek is egy is. sincs. Ha rászorul valaki, akkor segíts neki, vagy felemeli a -e szavát a, a a királyi családban levő korrupció ellen, hiszen, hiszen ez volt aztán a végzete is, Igen. hogy, hogy bizony nem tűrt el a paráznaságot még Heródes udvarában sem. Itt most a két ruha kapcsán hadd idézzem föl Szent Bazilnak a tanítását, aki szintén elég erőteljesen felszólalt a, 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 az önző és harácsoló gazdagság ellen, és azt mondja, hogy ha valakinek több van, és nem ad belőle másoknak, akinek kevesebb, ez olyan, mintha a színházba két széket foglalna el, és más meg nem ülhet oda a helyére. De hányszor mert... van ilyen, ülnek az emberek a villamoson, és leteszik a hátizsákjukat, táskájukat, hát... és és minél kényelmesebben De azért ennél jobban súlyosabb az hát, maga tény, ne? így a, a, képletesen el tudja mutatni, meg tudja, vagy érzékeltetni tudja, hogy, hogy micsoda jogtalanság az, hogy nekem két székkel, mit bánom ez, hogy másnak pedig nem jut, de valójában a, a társadalmi igazságosság megköveteli az, hogy, hogy ha nekem több van, akkor kötelességem, hogy segítsem azt, akinek kevesebb van nem föltétlen úgy, hogy akkor én a naplópókat, meg a, a lustákat folyamatosan pénzeljem, de, de azzal, hogyha valakinek több van, az véletlenül lelki kincseket is, vagy szellemi adottságokat is jelent, hogy többen rendelkezik, és akkor van felelőssége, hogy másokkal is törődjön, akik viszont nem tudják ezt megtenni. Hát, ha ez a mostani mondat néhány jó módú nézőnk szívét megmozdítja, és esetleg adakozásra készteti, mert ráébrednek arra, hogy igen, én lehet, hogy azért kaptam többet, vagy azért dolgoztam meg ezért a pénzért, de, de, de kaptam hál' Istennek elég sokat, hogy ezt meg tudjam osztani mással. Igen. Biztartjuk erre az embereket, nézőket, hát ha valakit ilyen a karácsony közeletével adakozásra tudunk biztatni és elkenteni. Igen, és hát nincs olyan ember, aki valami benne lenne gazdag, ne tudna adni valamit a másiknak. Egyébként az az összefüggés, ugye Keresztelő Jánossal kapcsolatban, mert ő a megtérés evangéliumát hirdette. Tehát Istenhez térni, ezért készítette a messiás útját, akiben az Isten ugye megmutatta magát, és aki az Istenhez tért, visszatért az Úrhoz, az a másik emberhez is megtalálja az utat, tehát az, a szociális érzékenységben ugyanúgy, mint a, mint, mint a, a szeretetben, a kapcsolatokban, a jóindulatban, gyönyörű ige, amit Pálapostól, szinte keresztelő Jánosra utalva fogalmaz meg az efézusi levélben, hogy legyetek Jézus Krisztus követői, és járjatok szeretetben. Mm -hmm. És ez a kettő elválaszthatatlan. És a hídből következik az igazi szeretet. Tehát Keresztelő Jánosnál ennek a kettőnek az egysége, ez egy gyönyörűséges egység. És két momentúra még hadd utaljak, egyrészt, hogy ő az, aki Jézust megkereszteli, és kézzel lábbal tiltakozik ez ellen, hogy hát, hogy lehet, hogy te besorolsz a bűnösök közé, és te én kereszteljelek meg téged, hát te kellene, hogy megkeresztelje engem, érzi Keresztelő János, hogy ő a kicsi, Jézus lesz a nagy, de Jézus azt mondja, be kell töltenünk a törvényt, és ezért Jézus sorol be a bűnösök közé, ott a Jordánban, eh, ahol ugye most is Jézus megkeresztelésének a helyét eh, szokták a látogatóknak megmutatni, megkeresztelkedik Jézus. A másik pedig, amire érdemes még utalni, hogy elbizonytalanodik keresztelő János egy helyen. Uh -huh. Üzen a tanítványaink keresztül Jézusnak, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk kételkedni is szabad, még Jézus közelében hát, is. És, és ez egy nagyon, erre. nagyon elgondolkodható jelenség, mert ott a Jordán parti eseményben láthatóan ő bizonyos abban, hogy láttam, tanúságot teszek róla, hogy Jézusnak mondja, nekem kellene, hogy meg a keresztelkedés fölvegyem tőled, meg nagyon kedves nekem az a kép, amikor azt mondja, hogy, hogy ehhez kötődően, ehhez az eseményhez kötődően, hogy ő a vőlegény barátja, uh -huh. és ha látja, hogy ő a vőlegény, akkor örül Nem annak, jászolni, hogy... Nem igen, 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 kell gyászolni, örülni És viszont mégiscsak, úgy, én így rakom magamban össze, de javítsatok ki, jobban ismertek a Bibliát, hogy, hogy volt egy elképzelése neki is a messiásról, és nem, nem, nem úgy viselkedett Igen. Jézus, Hatalmas, börtönben erős, már akkor várt valószínűleg. és akkor így bizonytalanodott el, hogy Igen. akkor mégis csak te vagy, vagy nem. Én... És mit válaszol neki Jézus? A vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Igen. Tehát ezek a jelek, hogy a szegényeknek hirdetik az evangéliumot és gyógyulások történnek, ezek a jelek tanúskodnak Jézus eljöveteléről. Egyetlen egy mondatot még, hogy amikor Jézust megkereszteli keresztelő János a Jordánban, és minden tiltakozása ellenére keresztelj csak megmondja Jézus, így töltsünk be minden igazságot, itt igazából Jézus utal az elkövetkezendő küldetésére, hogy őt a bűntelent, a bűnösök közé sorolják, és ő életünk minden Terhét, problémáját, bűnét, betegségét egészen a halálig és a gonosz hatalmáig elhordozta és legyőzte. Tehát már ott is Jézus küldetésének a hatalmas evangéliumára utal, és egy személyes élmény, hogy pár hónappal ezelőtt járhattam ott, ahol Jézust megkeresztelték. Egyébként akkor a Jordán, amikor Jézus élt, akkor 30 méterrel bejebb folyt a mai Jordánia területén, ott most csak egy kis ér van, és egy kis forrás táplálja azt a helyet, és onnan 30 méterre van a mostani Jordán a határ, ahol hát valóban azért az arándokok oda tudnak menni, főleg a túloldalról és megkeresztelkedni, és a hát óriási élmény volt, ajándékot megállni, hogy mit jelent a szent hely, ezt akkor értettem meg, és hát a családomat megáldani ott mm -hmm. azzal a vízzel, hát az egy, ez egy ilyen Isten élmény volt, egy, egy felemelő állapot. Köszönöm, hogy megosztottad velük ezt a szép élményt, és utaltam még arra, hogy keresztelő Jánost ugye lefejezték, ezt is jó, ha tudjuk, hogy mártírrá vált az igazság melletti tanúskodása miatt, és ez át is vezet a következő témánkhoz, az üldöző keresztényekről, többször beszéltünk már ebben a műsorban, de az elmúlt héten ünnepeltük, talán nem jó szó, az elmúlt héten emlékeztünk a üldözött keresztényekre, és az úgynevezett vörös szerdát tartottuk, Fülöp, ott lehettünk egy olyan alkalmon, a Várker bazárban ahol látjuk is a mögöttünk levő képeken, vörösre festették egyfajta fényfestéssel a budavári épületeket, a Sándor-palotát is, templomokat és egyéb középületeket, a mártírokra, a mártí keresztényekre emlékezve, imádságot is mondhattunk ott és előadásokat hallgattunk az üldözött keresztényekről, sőt a üldözött keresztényektől, Nigériából, Pakisztánból és máshonnan. Mit tudunk ma tenni az üldözöttekért? Es ist äh, ein... Megmondom őszintén, hogy bár Magyarországon már 2019 óta vannak ezek a megemlékezések, de valószínű nem kapott kellő nyilvánosságot, legalábbis hozzám nem jutott el, és azonnal rend, intézkedtem, rendelkeztem, hogy jövőre ki ne maradjunk ebből, hogy a mi görög épületeinket is, vagy más eseményekkel is, ezt a, ezt a vörös szerdát, majd <kül> erről emlékezzünk meg. Nyilván a cél az, hogy meg ne feledkezzünk arról a keresztény üldözésről és a kereszténység miatt üldözött testvéreinkről, aki, amely jelenség, és akik nagy, nagy számban vannak ma, ma, világban. A kereszténység mindig is elszenvedte ezt az üldözést. Az egyik teológus úgy fogalmazott, hogy, hogy az egyháznak, Krisztus egyházának egyik jellemzője, hogy mindig valahol üldözés szenved. Ha nem ebben az országban, akkor másit, ha nem a világ egyik felén, akkor, akkor másik felében. Tehát egy érdekes jelenség, hogy bár a békét hirdeti, a, a megbékélést, megbékélés, az Isten szeretetét, és mégis e, üldözés kell szenvednie, hol jobban, hol e, kevésbé. Ez Jézus már a boldogmondásokban, ami egyfajta introitusza az ő nyilvános működésének megmondta, hogy boldogok vagytok, ha üldöznek titeket, ahogyan a profétákat üldözték, ugyanúgy titeket is üldözni fognak. És ez be is teljes szeret már a saját sorsában, hiszen őt is üldözték, az előbb a keresztelőjelensor beszéltünk, vagy a könyve szerint István volt az első vértanú, Pálapostól Pál Apostol, Péter, mindegyik tanítvány, az egy János leszámítva, aki úgymond természetes halála halt meg, mindegyik mártírá vált, és vannak vörös mártírok, vannak fehér mártírok, akik nem adják utóbbiak a vérüket, de az életük tanúságával szolgálják Jézus Krisztusnak. Én is, hogy vagy egy személyes élményt, Rómában voltam a színodus alatt, és a Santo Stefano Rotondo templomban volt egy nagyon szép magyar mise, annak több ponton is van magyar vonatkozásának a templomnak, Minszenti Viborosnak is a tituláris temploma volt egyébként, és mikor beléptem, ez egy kör alakú templom, végig festmények vannak, nagyméretű, de nagyon sok festmény, és, és mindenféle kínzások vannak, de szörnyűségek, uh -huh. tehát valami horrorisztikus képek, fura a hátmondom, ilyen középkori gondolkodás bizonyára. És aztán, amikor körbejártam, akkor értettem meg, hogy rossz irányba indultam, másik irányba kellett volna és ott, Krisztus keresztrefeszítés az első kép, és a vértanuk pedig ott állnak egy ilyen elképzelt jelenet, hogy a koszorúikat leteszik, vértanú koszorúikat leteszik Krisztus keresztjének a tövébe. A következő kép, Szent Istvánnak a vértanúsága, a megkövezés, a következő talán Szent Péternek a feje, feje lefele való keresztre feszítés, akkor valamelyik. Tehát, hogy Igazából Krisztus szenvedéséből fakadóan a, a szenvedő, a bértanúságokat ábrázolja, és ha úgy veszük, szörnyűséges, horrorisztikus jelenetek ezek, de valójában az egésznek az üzenete az, hogy ők vállalták Krisztusért a szenvedést. Na most persze ez nem hitelesíti azokat a szörnyűségeket, ahol, ahol ma a, a keresztényeket üldözik, de mégis erről az oldalról, kell, hogy megemlékezzünk az ő vértanúságukról, amely a Krisztushoz köti őket. Ma is megemlékezünk róluk, hiszen imádkozunk értük, cselekszünk, amennyit tudunk, gyűjtünk segítségeket és azt hiszem, segélyeket, és azt hiszem, hogy Magyarországon a Hungary Helps működése, amely kisugárzik Afrikára, közel-keletre és más régiókra, az, az példa, így van, és hát egy külön államtitkárság foglalkozik a segítségnyújtással. Az imádság mellett az üldözött keresztjénekért államtitkárság, az egy Trisztán államtitkár úr vezetésével, aki nagy odaadással és hűséggel vezeti ezt az államtitkárságot. Egyébként, ha a számokat megnézzük, amik nagyon makacs dolgok, akkor döbbenetes, tehát én magam sem gondoltam volna, hogy tehát évente 360 millió keresztjén ér valamiféle üldözés, tehát vagy, hogy a templomait lerombolják, vagy menekülniük kell a hazáiból, hogy bebörtönzik őket, vagy mártíriummal az életükkel füzetnek a keresztény hitükért. Tehát ez azt jelenti, hogy a Földön minden hetedik keresztjént ér ilyen üldözés, és évente 6000 ezren halnak konkrét mártírhalált, ez száz országot jelent, ahol konkrétan tetten érhetően tapasztalható ilyen keresztény üldözés. Ez megrendítő, viszont valóban, ahogy mondtad, a Jézus Krisztus követésével ez együtt jár. Ebben a világban nyomorúságotok lesz, de bízatok, én legyőztem a világot. Ez egy apostoli levélből való ez az ége, de Jézus szavára utal, tehát Jézus követésének ez része, és hát bizony bennünk jóléti keresztjénekben azért ugye megalázkodik a lélek, mert őszinte megmondom, hogy az a jelenet jut eszembe a Woody Allen Enni Hol című jól ismert filmjéből, amikor megnéznek egy háborús filmet a jegyesével, a kedvesével, és utána a film utána Hölgy megkérdezi, hogy hát ja, ez rettenetes volt, hát milyen megpróbáltatást bírnék én ki? És akkor azt mondja, Vudi ellen, hát körülbelül akkor adnád fel mindjárt az elején, amikor elvették a bankkártyádat. Hmm. Most ez olyan humorosnak tűnik, de úgy elgondolom, hogy, hogy mi annyira elszoktunk mindenféle próbatételtől, hogy csak abban bízhatunk, hogyha az Úristen erő feletti próbát mér ránk, akkor megadja hozzá az erő feletti erőt is és ezért én magam is naponta könyörgök. Igen, én magam ezért sem relativizálnám a, a üldöző keresztényeknek a sorsát azzal, hogy ó, milyen nehéz sorsunk van nekünk is, mert sokszor csúfolnak, persze, hogy csúfolnak, de hát ez mi ahhoz képest, hogyha valakit lefejeznek, tehát mm. ez kicsit olyan, mint hogy valaki azt mondja, hogy, hogy na, én, én most bőjtölök, és ezért nem eszem húst, hanem, hanem finom nutellás öntve törönt le a hasamat, tehát nem, nem szabad ezzel visszaélni, és éppen ezért persze, hogy ne legyen senki ellen sem áskálódás, és senki se érjen, még csak gúnyolódás sem a hite miatt, de, de azért gondoljunk azokra, akiket nem ilyen kisebb, nagyobb sértés ér, hanem az életüket veszik el, Igen. akár ezekben az órákban és ezekben a percekben is, hogy miért beszélgetünk, és sokan úgy készülnek karácsonyra, hogy, hogy nem ünnepelni tudnak, hanem menekültek és rettegnek az életük elvétel. Így van, és nagyon fontos az, hogy viszont a kereszténység tanuljon a saját egyháztörtének a kudarcaiból, hogy valóban békességszerző legyen, és soha ne bántson másokat. Tehát ő a hitéről úgy tehet tanúbizonyságot, akár profétai bátorsággal is, hogy másokat nem bánt. Nagyon Elintse. megdöbbentő találkozásom volt, nemrég nevezték ki Homs városában a szír katolikus püspököt, Jacques Moreau, így hívják, és őt elrabolták a dzsihadisták, és erről írt egy könyvet, meg nekem is mesélt megdöbbentő dolgokat, hogy azok a, azok a gyerekek, ő zenetanár is volt, meg hát a, a egyházközséget vezette, Karajatán nevű kis városban, és azok a gyerekek, akik aztán felnőttek, őri tanította őket, 18-19 évesen dzsihadisták lettek, és ők jöttek fegyverekkel is, és, és elrabolták. És azt akartam csak a szabad kapcsolatot eszembe, hogy olyan béke árad abból az emberből, hogy hogy az elképesztő. Gyönyörű. Tehát az egész ember arca egy, egy mosoly, és, és árad belőle a béke gyönyörű szép tanúságot tett arról, hogy, hogy végigélte ezt a szenvedést, megszökött, így, így nyerte meg, ketten voltak alapítók, egy, egy már Musza nevű szerzetes közösségnek az alapítói, a másikat megölték, és ő pedig külön kerültek fogságba, és, és döbbenetes ez a hát kontraszt, nem is tudom, de Krisztusban meg éppen az igazi gyümölcs, hogy, hogy aki, aki a közvetlen ér élte át azokat a szenvedéseket, nem is, hogy megismerték torkának, szegeszték a kést, tehát ezeket is átélte, de a legnagyobb fájdalom az volt, hogy az ő diákjai váltak zsihadistává, és akkor hosszan elmékedik erről a könyvében, hogy, hogy mi vezethette őket, de, de mégis, mégis a béke győz, Fél tehát és, és, öröm ezzel az emberrel találkozni, aki ezt átélte. Hát már a Bibliában is akár István vértanúságának összefüggésében vagy a ókorban, közékorban a vértanúk szenvedése kapcsán olvassuk, hogy, hogy szenvedésük közepette és angyal arcuk van, Igen, tehát Igen. sugárzik az arcuk és és a fájdalom természetesen eltölti őket, de valahol ez a már mennyei fény is Igen. sugárzik. István megkövezésekor ránéztek és azt látták, hogy az arcok, hogy Erre sugár Igen. az Hát hiszem, hogy ez már nem tőlük van, ez, ez, felülről Isten ereje, Isten lelkének igen, az ereje. Azt az tündököl. Igen. És talán befejezésül még érdemes arra is utalni, hogy De. tulajdonképpen, amikor valaki baptistaként adja az életét Kínában, vagy, vagy római katolikusként Irakban, vagy, vagy reformátusként Afrikában, akkor, akkor ugyanúgy mártír, és ugyanúgy Krisztus. Jézus Krisztus szolgálja, követe János és tanulja. Forratja össze ezeket az embereket. És a vértanú, ugye a mártűr, az a szó tágévételmében tanút is jelenti. Mm. Nekünk, ha Isten nem is ad vértanúságot, Isten óvja meg bennünket ettől, de sose lehet tudni, hogy mi vár a keresztény emberre, de legalábbis a tanúskodás mindenképpen feladatunk, hogy őról, az adventi Jézusról tanúskodjunk, aki aztán nagy pénteken az életét is adja értünk. Köszönöm nézőink figyelmét, nektek köszönöm a beszélgetést. Arra kérjük a nézőket, biztatjuk a nézőket, hogy ha kérdéseik vannak, akkor írjanak nekünk, a püspökkegyér, Kukasz, .hu címen írhatnak levelet, a bizony Isten YouTube csatornán pedig a későbbiekben is megnézhetik ezt az adásunkat, vagy akár a korábbi vallási műsorokat is. Áldott Adventet kívánunk mindenkinek, igazi méltó karácsonyvárást, szép ünnepet, viszontlátásra!